egy korszakokon átívelő államférfi volt a szó legnemesebb nemében. Tehát ha végig gondoljuk az életpályáját, hogy az osztrák-magyar monarchiában indult el a dualizmus időszakában, hogy aztán a közismertebb része, amit az emberek általában tudnak Apponyiról, az már a Horthy korszakban történjen meg. Egy nagyon hosszú életű ember volt, hiszen közel 90 évet élt, és életpályája során több irányzattal szimpatizált is, hogy ellenezte azokat, változott ő is az élete folyamán, tehát nem egy olyan emberről van szó, aki végig egy eszmerendszer mellett tartott volna ki, hanem az idők változásával ezt ő is változtatott. Gróf Apponyi Albert a dualista korszak 51 évéből 44-ben tagja volt a képviselőháznak. Emellett a főrendi házban is tevékenykedett. Vezette a Nemzeti Pártot, elnöke volt a képviselőháznak, vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, valamint ő volt a függetlenségi és 48-as párt utolsó vezetője. Mindemellett Apponyi a nemzetközi porondon is tapasztalt és ismert politikus volt. Ő egy nagyon magas ember volt, tehát ha beszélni kezdett, akkor már pusztán a termeténél fogva is egy jelenség volt, ha lehet így mondani. És mivel több nyelven, idegen nyelveken perfektül beszélt, hogy angol, francia, német, olasz, ez nem okozott problémát, ezért már a dualizmus időszakában is előszeretettel küldték őt is, illetve meg is hívták nemzetközi konferenciákra, tanácskozásokra. Ilyen volt például az interparlamentális unió esete, ahol lényegében az első világháború előtt már fölvázolták egy picit a mai EU-ra hasonlító össze-európai parlamentnek a gondolatát, vagy kiemelhetjük itt például a békemozgalmakban való részvételét is, ez még az első világháború időszakában történt. Itt szintén tartott több olyan beszédet, amelyet a kortársak már számon tartottak, de mégis ezek közül a legkiemelkedő mégiscsak az 1920 elején megtartott párizsi beszéde volt. Gróf Apponyi Albertet kora egyik legjobb magyar szónokaként tartották számon. 1920-ban hazája egyik legmegbecsültebb politikusa, és a történelmi Magyarország élő szimbóluma volt. Nem merült fel komolyan más név, aki Magyarországot képviselhette volna a párizsi békekonferencián, ahol a magyar békedelegáció kifejtette álláspontját a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban. Apponyi tartott egy olyan beszédet, ami egy nagyon meghatású szónoklat volt. Nem véletlenül tananyagot képezte ezt a Horthy korszakban, tehát az iskolások ezt tanulmányozták, egyes részeit memoriterként, feladatként meg is kapták, mert ebben Apponyi jól összefoglalta tulajdonképpen a trianonhoz vezető okokat, forrásokat nevezzük így, és felvázolta azt is, hogy milyen következményei lesznek ennek a dokumentumnak, nem csak Magyarországra nézve, hanem Európára nézve is. Apponyi fellépése végül hatástalan maradt. És amikor Magyarország megkapta a végleges békefeltételeket, a küldöttség egészével együtt lemondott. Magyarországi népszerűsége azonban töretlen maradt. Egy integratív, sok részletre ügyelő és nagyon gondos államférfi képe bontakozott ki róla, aki bár nem töltötte be végül a legmagasabb tisztséget, tehát nem volt például miniszterelnök, a miniszterségnél megakadt az ő politikai karrierje, nevezzük így, de mégis ezen szempontok miatt példakép volt a korszak politikusai számára, és még azt mondhatjuk el, hogy ezt az ellenfelei is sokszor elismerték, olyannyira, hogy amikor 1933-ban meghal, még a román külügyminiszter is, akivel korábban éles csörtéket vívott a Trianon kapcsán is, még ő is elismerését fejezte ki, amikor gyásztáviratot küldött Budapestre.